friss. Nagyszerű, be lehet fejezni egy szólóval. Nagyszerű, a Csel sorozat gól! Fantasztikus gólt lőtt Kipri. Ezt a hidegnért, ahogy végigvitte a labdát, ahogy kicsiklezett mindenkit. Ez valami egészen káprázatos dolog volt. Éppen az osztrákok ellen a budapesti mérkőzésen volt először válogatott Kiprik Jóska, és azóta megragadt a nemzeti 11-ben. 22. perc a Hanapi stadionban, megvan a vezetés. Egyszer dőlnek az osztrákok jobbra-balra, mint a bábuk. Itt már lehetne lőni, de Kiprik még tovább viszi ezzel, elbizonytalanítja Koncíliát is. És aztán a rövid sarok. Vezetünk tehát. Nemzetközi mércével is mérve, kitűnő megoldás. Détári. Sallai tolja meg nagyon finoman Eszterházi. De kár, be kéne adni Marci. Úgy is van, Nyilasi! Nincs benne! De ez igen, és Kiprik a második gólját lövi! Bravo, Jóska! 2-0! 34. perc. Itt a nyerő ember a képen. Eszterházi megforgatja, leülteti de Georgi. Jól jön a labda, és Nyilasi már befejelhetné, de pont Koncíliának. Aztán Nyilasiról Kiprik elé vágódik, Kiprik csúszik, megy, odaér, és még éppen időben ér oda. Már egy picit megijedtem, amikor Nyilasi kifagyta a helyzetet, hogy megint megmenekül az osztrák kapu a góltól, de Nyilasi tovább ment, és így van lehetősége Kipriknek, hogy a második magyar gólt lője a Hanapi stadionban. Hát ez egyelőre nagyon úgy gyakorol, ahogy szeretnénk. Beragadt Türmer, így Eszterházi nincs lesen, jön a labda, Détári! Rá tud-e dőlni? Visszahúzza, nagyszerű gól! Micsoda Détári gól! Hát itt csupa klasszis megoldást látunk ma. A legutóbbi bajnoki fordulókban Détári szenzációsan játszott. És hogy nem véletlen ez a jó forma, hát micsoda gól, kérem! Ahogy ez megvan írva a nagykönyvben. Az olyan játékos, aki ilyen hideg vérrel, ilyen megoldást választ, mutat egy lövőcset, visszahúzza, átteszi a másik lábára, Koncília, ott toporog előtte, de hiába, nincs mese. Így kezdeni a második félidőt, káprázat.